Nyilvánosságra hozták az egykori hódmezővásárhelyi karhatalmisták és munkásőrök névsorát. Az emlékpont Kádárhuszárok és Pufajkások címmel mutatta be legújabb, országosan is egyedülálló kutatási eredményét, amely nem csak az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében résztvevő munkásőrök és karhatalmisták nevét közli, de bemutatja a munkásőrség helyi történetét és az akkori hatalom mechanizmusát is. A Hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeum az idei évben egyik kutatási projektjeként a munkásőrség helyi történetét mutatta be. Ennek keretében nyílt meg március 17-én a Kádárhuszárok és Pártkatonák című kiállítás az intézmény galériájában, de tudományos konferenciát is rendeztek a témában. Ezt egészíti ki az a tanulmány, amely az 1956-os forradalmat követően 1963-ig mutatja be a vásárhelyi karhatalom és a munkásőrség történetét 234 karhatalmista és 502 egykori munkásőr nevét téve nyilvánossá. Ez a projekt egyébként egyedülálló országos szinten. Nincs még egy olyan település, amely tudatosan és szisztematikus kutatások alapján tárta volna föl és vizsgálta volna a szocializmus kori múltjának a megtorlásokra, illetve a munkásőrségre vonatkozó részét. Vásárhely és maga az emlékpont is ilyen értelemben úttörő munkát végez. A munkásőrök és karhatalmisták neveinek, történeteinek felkutatása nehéz feladatot jelentett az emlékpont történészei számára, akik többnyire felszerelési kartonokból, jelentésekből rekonstruálták a népsorokat, amely már olvasható az emlékpont.hu oldalon. Amikor megnézegettük az MSZMP-nek, az egykori állampártnak a helyi levéltári iratait, akkor azt láttuk, hogy vannak munkásőrségre utaló dokumentumok, és van is néhány a helyi munkásőrséggel foglalkozó jelentés és egyéb okirat, de a névsorok azok szisztematikusan hiányoztak. Ez azt jelenti, hogy vagy már az államszocializmus korában, vagy később valamilyen politikai vagy tudományos érdekből vagy szempontból ezeket a névsorokat vagy listákat eltávolították ebből az iratanyagból. A forradalom leverőihez elfűségből vagy önérdekből csatlakozók névsorának teljes feltárása folytatódik, amely ez év novemberére az 56-os forradalom leverésének évfordulójára bővül teljes kötetté. A tervezett kiadvány 89-ig tartalmazza majd a munkásőrök névsorát és a szervezet történetét. A témát feldolgozó Kádárhuszárok és Pártkatonák című kiállítás pedig június 30-áig látogatható az Emlékpont galériájában.